Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na sziasztok gyerekek, újra Scania Truck Driving Simulator! Veszélyes fuvarok sorozat! GPS gond! Úgy néz ki, elromlott a GPS-ed. Nem is nagyon volt, én úgy gondolom. Rossz helyen fordultál le, és már csak úgy keveredhetsz ki szorult helyzetedből, ha áthajtasz az előtted elterülő kis falun. Keresd meg a főútra visszavezető utat, te jó isten gyerekek, mi a szar! Na jó van akkor. Kis falu. Jövök kis falu. Nem nagyon kamion izé, kompatibilis hely az. Nagyon lesz az. Ki vagyok én innen tiltva, én úgy érzem. Nem megyünk neki, igen. Kezdjük már azért szokni egyébként itt a kamionozás csinyát, bínyát. Előző részt, ha nem láttatok volna a gyerek, akkor leírásban lakom a linket hozzá. Isten, nagyon bajnok missziók vannak ebben a játékban. Azt kivisszük most már. Nem adta meg izé, Palás vagy mi az karambolnak, vagy nem tudom, jó. Tehát nagyon komoly, volt itt már áradás, áradt útszakasz, volt már itt halálút, volt itt rockkoncertről kijutás, minden volt itt gyerekek. Elképesztő jó a játék. És most jönnek az izgalmas részek itt is, oké. Hűha. Itt valahogy, igazából mindig az a feladat ilyenkor, hogy minél jobban kiszedni balra. Lefulladtam, jó. Nem adok elég gázt. Az a helyzet. És kihozzuk balra. És mehet vissza jobbra. Várjál már! Jó, hogy arra kéne menni. Aha, jó. Nem baj, jók vagyunk még. Csak most pillanatban meg kell nézni, hogy most mi van. Jók vagyunk? Jók vagyunk, aha. Közeledik szerintem a korlát. Nem. Még bőven odébb volt az a korlát. Júj, azért nincs már annyira odébb az a korlát. Ütközés. Nem nagyon volt ott épp az a korlát, azért. Jó, ezeket a hibapontokat én elismerem, meg ezeket elfogadom. De az elején, amikor ott az a halálút, és akkor azokat a kis letelepített tábláknak mentem neki, ne legyen már az probléma, de komolyan. Ki az, aki azért engem megróna? Ütközés. Mi? Neki ment a falnak a pót. Azt hiszem. Ott egy bukkanó, ugye? Aha. Azon óvatosan megyünk át. Hát egyelőre nem vagyunk rosszak, hozzáértem, aláírom a korláthoz. Valószínűleg ki is vittem volna, kicsavartam volna ezt a korlátot. Ha az való életben történik. Hát el vagyunk keseredve, kevés pénzt adok cég. Fogyasztást is nézi, szarba sem vagyok nézve, szarom én le azt a korlátot, már elnézést, kis falu lakói. Na, a faluból kijutottunk, én úgy érzem, de milyen szép egyébként, tisztára, mint ahol a Zsolti lakik, olyan feeling. Aha. Jön majd itt még a... Ujj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 
Ó, hogy lehet is kell tolatni majd amúgy. Vagy hát nem tudom, hogy... Oké. Balra nem megyünk. Itt is megint kiszedjük balra. Véletlenül se kapjon bele. Az lehet, hogy túl sok. Nem, az még jó. Hibátlan. Hibátlan, kérem szépen. De hogy hibátlan. Jó, jó, de elmegy az. Azért nem mondom, ne csinálj majd, nem megy az ott már el. Itt jobbra szedjük. Oké. Tényleg annyi, ne kapkodj. Lacika is ezt mondta, hogy nem kapkodva kell ezeket abszolválni, hogyha ilyen történik. Én viszont kapkodós vagyok sajnos. Jézusom, az a fal! Belógott az azé! Nem nagyon kamionoknak van ez kitalálva. Atya, úristen. Tök jó, annyira élvezem ezeket a videókat gyerekek csinálni. Ezzel a kormánnyal, meg ugye az egész is itt van a célunk. Nagyon jó. Ja, visszaraktam a vizébe. Nagyon jó. Figyelj! Nem volt hibátlan. Közel sem volt hibátlan. De én úgy gondolom, hogy ezt így el lehet nézni. Nagyon király, következő kihívás. Mutassad. Mutassad szépen. Mi a következő kihívás? A folyton csak kanyarog. Ja, Istenem. A hegyek közt
ívelő hágók a kamionsofőrök számára jóval többet jelentenek, mint gyönyörű tájképet. Az éles fordulók és meredek lejtők ugyanis számtalan veszélyt jelenthetnek rád és kormányodra. Helyette rakományodra, István, tanulj már megolvasni, és ott a célunk, jó. Tehát le kell ereszkedni gyakorlatilag a szerpentinen. Szerintem ez nem lesz olyan nagy probléma nekünk. Aztán nyilván eldől majd, mert én úgy érzem, hogy volt már ennél sokkal veszélyesebb dolog is, amit mi ezt abszolváltunk már, úgyhogy... Aha, raktam én azt a zöldre. Talán kicsit lassabban, István, tehát egy picikét talán úgy... Úgy chillesen rakhatnád. Nem akarok átmenni a sávba, ha nem muszáj. Tehát, nagyon olyan van, akkor átmegyek, de... Megpróbálom a saját sávomba ezt abszolválni valahogy. Ugrál, az a baj, ugrál nagyon. Szerintem hagyjuk ezt, inkább fék. Inkább üresbe hagyom kicsit gurulni. Igen, retardelt, ezt be kéne nyomni nagyon. Baszki. Azt a milyen szép egyébként. Mondjuk nem mintha nagyon jönne bárki is egyébként a szembejövőbe, tehát hogy nem nagyon kéne a forgalmat figyelnem, de én így megteszem alapon. Csinálom. Jó. Talán egy kicsikét fékezzünk, kicsit nagyon fékezzünk. Na ezt itt például vedd már be úgy, hogy nem lóksz át a sávba, ugye? Az lenne a feladat. Valamennyire muszáj átlógni, tehát látod, tehát muszáj, tehát kiló különböző, lemegy a zöldre. Na hát ott muszáj átmenni itt például. Hát, figyelj, ezért nem adott büntetést egyébként, úgyhogy szerintem ez így belefért, hogy én átlógok. Úgy tudom, hogy én a valójában is ilyenkor átlógás van, tehát hogy ilyenkor muszáj ezt bevállalni, hogy hát fog az lógni kategória. 5-3-asba rakom én azt. Oké. Okay. Jó. Ja, azért nyomom neki a gázt ilyenkor, hogy azért mégis csak időt számol, hát a franc tudja, hogy akar-e valaki megdönteni az időmet, vagy akar-e valaki ebbe versenyezni, van esetleg leaderboard ebben, nem hiszem, nem tudom, mert gondolom van, hogyha időmérés van, akkor gondolom az is van. Na, de itt már nem is kellett annyira átlógni. Nem mindegyik olyan, nem annyira bonyolult ez, nem tudom, volt már amúgy valami probléma, amit így elcsesztem? De nem nagyon volt még. És úgy érzem, hogy most már lassan le is érünk egyébként a célhoz. Aha. Esetleg. Húha. Itt ezt még nem nagyon számoltam bele. Jó. Na, és itt van a vége, ugye? Úgy emlékszem, hogy ide rakta valahol a végét. Ja, és innen már, hello! Megvan. Nulla hibapont, gyerekek, nem mentünk neki semminek. Azért mondtam, én éreztem, hogy ebből annyira nem lesz nagy probléma egyébként. Nem lesz ez annyira bonyolult. Szerencsére végül tényleg nem lett az. Na nézzük a következő kihívást. Nagyon-nagyon élem. Fatorlasz, ja Istenem! A fűrészmalom főbejáratát egy halom gerenda torlaszolja el. Keresd meg a másik bejáratot, így nem kell arra várnod, hogy a falágók megtisztítsák az utat. Várjál most, ezt hajts a fűrészmalomhoz, szükséges, én használt alternatív útvonalon. Ezt a kurva eget. Aha, és nekem itt tolatnom kéne, ugye? Most ez komoly? Most én itt tolassak ki innen? Könnyíti meg a dolgomat a játék azért. Húha. Ezt kicsit túltörtem szerintem. Kicsit nagyon túltörtem, de...
Talán még ezt vissza tudjuk rakni egyenesbe. Egy kis vissza a manőverrel. Túl közel lesz ez a szarita. Jó. Innen most csak egyenesen kéne kitolatni. Egy. Jó. Mindig arra figyelj egyébként, a való életben is, ha sima személygépjárműt vezetsz, hogy... hogy mindig tudsz... hogy mondják ezt... mi tudsz javítani a manőverezéseden? Nem nagyon viszi azt föl. Tehát, hogy mindig tudsz korrigálni. Ezt a szót kerestem. Itt jobbra kell majd tenni? Már kellett volna, inkább úgy mondjam. Hát itt van ez a rohadt fa. Jaj, Istenem. Megint lefulladtam amúgy. Ó, basszus kulcs. Aha. Baszki, ez így jó lesz így innen indulni rükve. Oh my god. Jó, kézifékkel akkor. Jó. Ja. Gondolom jobbra kéne tenni amúgy nagyon. A baj tényleg, hogy itt ez a szargfa, ez iszonyú közel van nekem. Ott az. Az a baj... egyébként nem pontosan látom ám, hogy hova kell tennem, de valahogy szerintem most elkaptam valamit, ami... nagyjából erre kéne hozni, ugye? Oh, baszki. Ó, öcsém, ezek a... most végig tolatni kell, ne szórakozzatok már velem! Ez brutális! Ez tényleg brutális! Hát, hogy... ez nem fog elmenni. Nem tudom, mi a probléma amúgy. Kicsikét egy jó más ívet kéne belőni neki. Tehát, hogy innen már arra kéne vinni. Ha így. És gyakorlatilag megint csak egy egyenes tolatásról beszélünk. Innentől kezdve, aha, jó. Azt a mindenit, ez mi? Igen. Oda bemenni? Nem jó az. Nem jó az. Úgy megakadtunk itt amúgy, hogy... jaj. Ennyi hiba szerintem belefér, mert ez... gyakorlatilag ugyanolyan szar. Aha. Most már elmegy az ott szerintem. Most mi ütközik amúgy? Ja, és akkor itt kell... nem tudom, hogy mi van. Jó, egy egyenes. Annyira volt ez jó. Ez pepecs. Igazából figyelj, tehát, hogy csak feltételezem azt, hogy nekem itt most tolatnom kell. Még jobban feltételezem azt, hogy én rossz helyre tolatok amúgy. Viszont én itt megfordulnék, hogyha nem tré, tehát hogy... aha, oda berakom. Igen, ez erre van kitalálva, hogy rakd be. Igen, kb. Így, és akkor innen te el tudj indulni nagyjából. Aha, és akkor így tudsz menni arra.
Ja, tehát akkor erre tényleg végig kell tolatni. Nem nagyon akarom én, hogy itt izé legyen. Nagyon vigyem a dolgokat, mert már úgyis sok hibám van. Hát, ezt bele fog kapni. Kapjon nyugodtan. Kapjon, mert sose fogok innen kijutni máskülönben. Igen, ott a tolatást kellett volna kicsit jobban átgondolni, hova tolatok be. És akkor úgy jobb lett volna az, de hát most ez... Most ez így alakult. Hát öcsém, tolass ki onnan, vágod? Mert nem szarozik a játék, de tényleg, egy percet sem szarozik. Kérem szépen. Azt a rohadt. Igen, érdemes átnézni egyébként a pályát az elején, tehát azt mindig elnyomom. Azt nem lenne szabad elnyomni, mert ott mutatja meg, hogy mi a pálya. Ugye gyakorlatilag, hogyha egy sima, tehát hogyha normál sofőr vagy, mi ütköztem amúgy, mit ütköztem? Tehát egy valódi sofőr helyzetben történik ez, akkor is ugye simán be tudod járni a helyet. Tehát ez simán meg tudod azt csinálni, hogy végig sétálod, azt tudod, amin végig kell menni, meg is szokták csinálni. Hát ez 1007, ez ment a legszarabbul, de tényleg eddig ez volt a legnehezebb, ezt állíthatom. Ez nagyon durva volt, nézzük meg a következőt még. Mi az? Vártatarozás. Aha. Egy tatarozás alatt álló középkori várhoz tartasz, azonban a rendkívül rossz időjárás okozta földcsuszamlások következtében az út megsérült. Vezess a lehető legóvatosabban és ügyelj az utat javító munkagépekre. Jó. Úgy gondolom, hogy ezzel nem lesz probléma. Vár tatarozás. Hűha. Már alakul. Oké, itt most melyik útvonalat kéne választani? Ja jó. Végig kell mennem gyakorlatilag itt így. Nem gondolom, hogy most már mehet a gáz. Kicsit behúzzuk balra. Nem megyünk neki. Jó, itt most mi van? Itt csak balról kéne megelőzni ezt a cuccat. Jó. Itt ez szintén olyan közel megyünk, ahogy csak tudunk, és behúzzuk. Jó! Itt szintén jön, ezt eljátsszuk. Oké. Nagyszerű. És visszamegyünk a sávunkba. A Kressz az attól még érvényes, hogy itt ilyen hurikán téma volt, vagy mi a franc, vagy természetesen katasztrófa. Oké, itt most mi? Azt lalomszerű. Proceed with caution. Na ez szép itt. Basszus kulcs, na ez. És miért fulladt le? Teljesen értem, hogy néha miért történik, de... De jó van. Zsír. Itt kimegyünk balra. Az az aszfalt ott, vagy mi betondarab. Ma bele fogunk kapni. És nem! És elvileg nem kaptam bele. Én azt nem is értem, hogy sikerült, de nem kaptam bele. Azt a mindenit. Hát ez kemény. Ez kemény. Oké. Jó. Jaj. Jujujujujujujujuj.
Kihozzuk egészen ide. Most már rá tudom húzni. Aha. Igen, ezeket az íveket kell iszonyatosan érezni. És ha ezeket az ember érzi, szerintem akkor a kamion... Sofőrködésben... Ez nagyon szar helyen van ez a fos. Kamion sofőrködésben nem nagyon lesz probléma az ilyen telepeken, mert... Gyakorlatilag ezt, hogy az ember az elméletét... Az olyan a játékban, hogy ezeket az elméleteket szerintem itt sokkal jobban el tudod sajátítani ebben a játékban, mint az ETS-ben. Tehát hogy itt így szűkölködni kell. Nem azt mondom, hogy te ezt most meg tudod csinálni faszán otthon, akkor te már tudsz kamiont vezetni, meg te vagy a kamionsofőrök ásza. Mert nyilván nem, mert az élőben teljesen más vezetni egy ilyen kamiont. De az elméletét azért úgy érzed, tudod, hogy mikor kell kivinni, melyik oldalra, hogyan. És ez tök jó. Ez tök jó, hogy csináltak egy ilyen játékot amúgy. Egy ilyen játék módon nagyon örülnék a következő RTS-ból, hogyha egyszer nagy nehezen most már ki fogják hozni az újat, mert hogy... Mert ez nagyon hiányzik szerintem az RTS-ből. Akár egy ilyen játékmód, vagy akár ilyen szituációk, amik így össze vannak gyűjtve, akár ilyen listaszerűen, nekem mindegy, mert nekem ez a listaszerűség is bejön, hogy nem egy ilyen folytonos, ugye, hogy mi ez, fuvart csinálok, nekem ez jön be jobban, hogy ilyen feladatok vannak, ez is sokkal jobb. Nekem az autópályás fuvar rész, vagy amikor megyünk az autópályán, az nekem ilyen nagyon monotonná tud válni hamar. Tehát én mindig mondtam, hogy én a parkolást élem jobban. Jó. És megérkeztünk a várhoz egyébként. Viszont még nincs itt a cél egyenes, és a célcsíkunk. Hát mindegy. Bejutunk ezen a falon. Hú, basszus, ez a várfal is. Oké. Annyira egyenes, nem tré. Ja, és akkor itt van. Még valami be kellett jönni a várkapunk, tehát nem úgy van az. Aha. És ide lerakni csak is simán. Zsír! Na nem ment neki semminek, gyerekek. Ez egész jól ment most. Ez most végre azt mondom, hogy egész jól ment. Gyerekek, hogyha tetszik ez a videósorozat, ne felejtsetek el lájkot nyomni, abból látom, hogy tetszik nektek és érdemes ezzel foglalkozni. Nekem nagyon tetszenek, meg is nézzük, hogy mennyi kihívás van még hátra, mert egy jó párat megcsináltunk. Bőven van itt még, te jó Isten, mennyi van. Hát azért olyan sok nincsen, még legalább még kétszer ennyi van, mint amit eddig csináltunk, körülbelül úgy számolom. Gyerekek, legyetek nagyon jók, leírásban egy csomó link ugye megtalálható, ezt már mondtam, és legyen szép napotok gyerekek, szevasztok!